Kádár utolsó beszéde után úgy tűnik, Kádár utolsó levele köré is mítosz épülhet. Úgy volt, hogy ma reggel aukcióra bocsátják, ám a levértár feljelentésére tegnap este a rendőrség lefoglalta a levelet. Az aukciós ház szerint ez magántulajdon, ami Kádár személyes ajándéka volt. A levéltár szerint viszont közokirat. Benyúrita riportja. Ady Endre versek. 80 ezer forint. Bocsánat, 800 ezer forint. Elnézést. 800 ezer. Ady Endre első, ráadásul dedikált kötete 800 ezer forintért kelt el. Nem ez lett volna a legdrágább és legértékesebb tétele az aukciónak, hanem Kádár János két levele. A rendőrség tegnap délután lefoglalta, a fővár az országos levéltár teljesen törvénytelen és koholt feljelentése alapján. Úgyhogy ez a két tétel visszavont tétel lesz a mai napon. Ez az egyik levél, amiről szó van. Kádár János kézzel írott levele Gorbacsov elvtársnak. A levél személyes hangvételű és piszkozat. Ez egy magánjellegű levél, ahol megköszöni a feleségének küldött születésnek ajándékot, közli, hogy nincs szándékában jelenleg lemondani, bár beteg ember. Nekem van betegségem. Nagyon hasonlít ahhoz, amit a feleségem ér. Fogy. Ő is, én is. Kádár János utolsó beszédét 1989. áprilisában mondta el. Mindenki meghallgathatja, nyilvánosan elérhető. Kádár utolsó lemondó levele, amit egy hónappal később írt, viszont nem. A központi bizottságnak szánta, de végül sosem küldte el, mert személyesen mondott le. Ezért történhetett meg, hogy nem került állami gyűjteménybe, hanem ez idáig egy magánszemélynél volt. Ez a levél egyébként, ez hivatalosan a levéltárban kellene, hogy legyen? Nem. Nem, ez magántulajdon. Ez soha nem volt semmilyen gyűjteményben, semmilyen archívumban. Ez magántulajdon, kvázi Kádár János ajándéka egy közeli munkatársának. Ön egyébként a praxisában, hisz nem az első árverést csinálják, találkozott már ilyen eljárással, vagy ez egy bevett eljárás? A levéltárak részéről úgy látszik bevett, mert két évvel ezelőtt ezt már egyszer eljátszottuk egy másik dokumentummal. Ők így szeretnék ingyen megszerezni véleményem szerint, és ezt az egészet ezért csinálják. Valamennyit elárulhat, hogy önhöz hogy jutott a levél? Annyit elmondhatok róla, hogy egy Kádár Jánoshoz közel álló munkatárs, a Kádárnak való segítség fejében vagy hálaképpen ajándékba kapta Kádár Jánostól, méghozzá olyan megjegyzés kíséretében, hogy egyszer ezek még jók lesznek valamire. Kádár János élete végén már nagyon beteg és zavart volt. Ez lehet az oka annak, hogy nem mérte fel, hogy hivatali levelet ajándékoz el. Ezt már a levéltár vezetője mondja. Szerintük ez közokirat, amelynek a levéltárban a helye. Aki vezető tisztséget tölt be egy közfeladatot ellátó szervnél, az nyilván elkülöníti a hivatali működése során keletkezett iratokat és a magánjellegű iratait. Itt a hivatali működésével kapcsolatban keletkezett iratokról van szó, akkor azt gondolom, hogy ez föl sem merülhet, hogy egy vezető tisztségviselő elajándékolt egy magánszemélynek egy iratot. Tehát ha a hivatali tevékenysége során keletkezett, akkor ez köziratnak minősül. Maga a lemondó levél nem található meg levéltárunk őrizetében. Tehát ez az első, eddig egyetlen példány ebből. Igen. A levéltárosok egyébként azt mondják, kérték az aukciós házat, hogy a jogi helyzet tisztázásáig halasszák el az árverést. Mivel ezt nem tették meg, kénytelenek voltak feljelentést tenni. Benyúrita, Hír 24.